Sorjáznak a szigorítások Európában, egyre rosszabb a járványhelyzet több államban is. Szlovákiában holnaptól újra vészhelyzetet hirdetnek, Csehországban pedig hétfőtől életbe lép a szükségállapot. A járványhelyzet romlására számít Németország is, a kancellár egészségügyi fejlesztéseket jelentett be. A szavazatszám álló bizottság tagja talpig védőruhában veszi át a szavazólapot, majd alaposan fertőtleníti, mielőtt bedobná az urnába. Így kezdődött meg a hétvégi önkormányzati választás Csehországban azoknak, akik hatósági karanténban vannak. Vasárnap kora délután véget ér a választás, hétfőn pedig újra szükségállapot lép életbe Csehországban. Az új egészségügyi miniszter javasolta a szigorításokat, mert a járvány soha nem látott mértékben szabadult el. Szlovákiában viszont már csütörtökön életbe lép az általános vészhelyzet, a szigorítások szerint semmilyen rendezvényen nem lehetnek 50-nél többen, és ismét korlátozzák a vendégek és vásárlók számát az üzletekben és vendéglátóhelyeken. Újra kötelező lesz a szájmaszk kül- és beltéren, ha nem tartható legalább 2 méteres távolság. Ezen kívül utazási korlátozásokat is vezethetnek be, sőt akár teljes kijárási tilalom is életbe léphet. Ma közösségi oldalán jelentette be a miniszterelnök azt, hogy kihirdeti a kormány a veszélyhelyzetet, és hogy azt 45 napra hirdeti ki jelen pillanatban, de a miniszterelnök hozzáfűzte azt, hogy közeledik Minden Szentek ünnepe, meglátják, hogy a lakosság milyen módon és hogyan fog utazni a Minden Szenteki ünnepkörben, és hogy ez hogyan befolyásolja a járvány alakulását Szlovákiában. Hogyha a helyzet rendeződni látszik, akkor elképzelhető, hogy visszavonják az intézkedést, hogyha nem, akkor pedig meghosszabbítják. Rendőrök ürítik ki egy étterem teraszát Marseille-ben. A francia nagyvárosban ugyanis már vasárnaptól érvényben vannak a legszigorúbb korlátozó intézkedések. Az éttermeknek, bároknak zárva kellene tartaniuk. Aki megszegi a korlátozást, akár több mint 500 000 forintos bírságot is kaphat, a többszörös szabályszegők pedig börtönbüntetésre és végleges bezárásra is számíthatnak. Marseille-ben a legrosszabb a járványhelyzet, a kórházak ott már szinte teljesen megteltek. A spanyol főváros 45 negyedét már lezárták a járvány második hulláma miatt, a vasútállomásokon a rendőrök ellenőrzik, hogy az utasoknak van-e engedélye elhagyni a kerületet. A spanyol kormány teljes karantént sürget a fővárosban, a madridi régió kormánya azonban egyelőre igyekszik ezt elkerülni. Németországban is egyre több a beteg és a járvány súlyosbodásától tartanak a német szakemberek, ezért Angela Merkel a Bundestag szerdai ülésén az egészségügy fejlesztését ígérte. Korszerűsítjük a kórházakat, különös tekintettel a sürgősségi ellátásra és a digitális eszközökre. Emellett kevésbé függünk majd a behozataltól bizonyos egészségügyi felszerelések beszerzésénél, ha támogatjuk a hazai és az európai termelést, nyilatkozta a kancellár. Több német tartományban úgy igyekeznek elejét venni az egészségügy túlterhelődésének, hogy a lázas betegek számára külön lázambulanciákat állítanak fel.